Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a bátaszéki önkormányzat is csatlakozik ahhoz a lehetőséghez, amit a foglalkoztatási főosztály biztosít a nyár folyamán, vagyis hogy az iskolai nyári szünet alatt a diákok betekinthessenek a munkavilágába. Nyáron 2 hónapra lesz lehetőség bátaszéken is diákmunkásokat foglalkoztatni, július, illetve augusztus hónapban. Néhány héttel ezelőtt közé tettünk már egy felhívást a városnak a honlapján, és kértük a diákokat, aki úgy gondolja, hogy szeretne ennek a programnak részese lenni, az jelezze. Előzetesen úgy gondoltuk, hogy mind július, mind pedig augusztus hónapban 25-25 diák számára próbáljuk biztosítani ezt a lehetőséget. Július hónapra 20 diák jelentkezett, így velük indul el majd ez a program. A képviselőtestület természetesen jóváhagyta mind a 2 hónapra a csatlakozásnak a lehetőségét, és biztosította azt a 650 000 forintos keretösszeget, ami ahhoz szükséges, hogy a foglalkoztatások után befizetendő szociális hozzájárulási adót állni tudja gyakorlatilag a költségvetés. Több helyen fogjuk őket foglalkoztatni, a Városházán például nyári napközben fognak közreműködni, de dolgozni fognak a Városi Könyvtárban, a Marketing Kft-nél, és a városüzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft-nél is. Sőt, tudomásom szerint még a gondozási központban is lesz néhány diák, aki segítségére lesz majd a gárdának. A bátaszéki polgármester szerint ez egy jó lehetőség a zseppénz megkeresésére, és előszobája lehet ez a nagybetűs életnek, hogyha eljön az idő, ne legyen idegen a gyermekeknek a munka és a munkarend fogalma. A július havi foglalkoztatásra gyakorlatilag a jelentkezés lezárult, mert a diákoknak be kell jelentkezni a munkahelyi központnál egy előzetes regisztrációval, de augusztus hónapra még van lehetőség, tehát aki úgy gondolja, hogy augusztus hónapban még időt kíván szánni erre a dologra, akkor még tud jelentkezni. Alapvetően 4 órás foglalkoztatási jogviszonyban lesznek ők a nyár folyamán foglalkoztatva, és ehhez hozzárendelt bér is, ami durván 80-85 000 forint bruttó összeg, ez illeti meg őket majd a foglalkoztatás végén. A lehetőség nem csak a középiskolás diákoknak szól, az egyetemre vagy főiskolára járók is jelentkezhetnek.